rajta. Ha nem is az utolsó simításokat végzik, de már szerkezetkész a Honvédelmi Sportközpont Újfehértón. Éppen egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban rakták le az épület alapkövét. Azóta folyik a munka. A település polgármestere azt mondta, már nagyon várják a helyi fiatalok. Szeretnénk a helyben élő fiataloknak és a környékbeli településeken élő fiataloknak minél több olyan lehetőséget biztosítani, amellyel a szabadidejüket olyan körülmények között tudják eltölteni, és olyan tevékenységet tudjanak végezni, amelyek kiszakadhatnak most a digitális térvilágából, és olyan sportolási lehetőséget biztosítsunk nekik, amely testük, lelkük és szellemük erősítését szolgálhatja. Újfehértón több mint 880 millió forintból egy 90 férőhelyes, 700 négyzetméter hasznos alapterületű edző- és oktatótermekkel, kiszolgáló helyiségekkel, parkolókkal, lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel felszerelt komplexum épül meg. Minden járásban egy olyan intézmény létesüljön, ami a fiatalok honvédelmi nevelését, hazaszeretetre való nevelését segíti. Az újfehértói létesítményt nem csak a helyi fiatalok, hanem a térségben működő iskolák diákjai előtt is megnyitják. Jó ütemben halad az újfehértói honvédelmi sportközpont megépítése. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke ma a helyszínen tájékozódott a kivitelezésről. A politikus azt mondta, öt helyszínen, Újfehértó mellett Balassagyarmaton, Baján, Szarvason és Szigetváron indult már el a munka, közülük az egyik legjobban az újfehértói épület áll. Ősszel szerintem az első négy helyszínen megindulhat majd a munka, tehát átadásra került, tehát a kivitelezők elvégzik a munkájukat. Talán a Szigetvári az, ami átcsúszik a jövő év első negyedévre, és hogyha megkezdik a szükséges hatósági eljárásokat, építési engedély, stb. A következő 11 helyszínen, hát a jövő év az biztos, hogy erre még rá fog menni. És hát a többi, hogy minden járásban legyen, hát az attól is függ, hogy nyilván itt még sok minden lesz. Én bízom benne, hogy ez a munka nem fog leállni, tehát nem zavarja meg a választás, parlamenti választás sem. További 11 sportközpont megépítéséről döntött tavaly a kormányzat. Ezeken a helyszíneken még az előkészítés zajlik. Hosszú távú terv, hogy minden járásban legyen ilyen létesítmény. Az országos hálózat kiépítését 2026-ig szeretné elérni a szövetség elnöke.